az első mérkőzés nem úgy sült el, ahogy szerettük volna. Úgyhogy szerettünk volna mindenféleképpen javítani, hiába, hogy papíron sokkal erősebb ellenfél ellen játszottunk. Tudtuk azt, hogy hazai pályán igenis meg tudjuk csinálni, hittünk benne az utolsó pillanatokig, és tényleg emelem a kalapomat a játékosok előtt is, hiszen mindenki vért verejtéket beleadott, és ugye 1-0-ás hátrányból meg tudjuk fordítani ezt a meccset. Milyen volt a felkészülés a csütörtöki meccs után, mennyire volt nehéz, mennyire volt könnyű? Hát a csütörtöki meccs után azért volt egy elgondolkodás az egész csapat részéről szerintem, de úgy érzem, hogy sikerült elgondolkodnunk rajta, és meg is mutattuk ma. Mennyiben volt ez más ez a mai meccs, mint a csütörtöki? Mit tudtatok ti változtatni ennyi idő alatt? Hát szerintem a csapat egység rendben volt, és mindenki akarta, szóval nem az volt, hogy egy ember akarja, többi nem, hanem mindenki akarta, és úgy látszik, hogy sikeresek tudunk lenni. Ebben a nagy formajavulásban mennyire játszhatott közre egyébként Szalai Ádám, nyilatkozott a Szlovákia elleni meccs után? Megmondom, hogy én nem foglalkoztam ezzel, saját dolgomra figyeltem. Most nem is szeretnék vele foglalkozni. Volt ez a nyilatkozat, kész, menjünk, lépjünk túl rajta, foglalkozunk azzal, hogy ma nyertünk. Az év világklasszisok ellen elég jó érzés játszani, főleg úgy, hogy a VB ezüst érmes csapat ellen játszottam. Szerintem az mindenkinek egy nagy élmény, de sikerült a győzelem, nézzünk előre a következő meccshez. Ez milyen visszaigazolás neked, hogy ilyen szinten tudsz játszani ilyen játékosok ellen? Hát jó visszaigazolás, örülök, hogy ideig el tudtam jutni, de remélem, hogy ez nem a vég. Hát egy biztos, nem szabad elszállni, földön kell maradni. Tehát itt nem lehet az, hogy most megvertük Orbátot, aztán már ki is jutottunk, ilyen nincs. 6 nagyon komoly mérkőzés vár még ránk, úgyhogy keményen kell dolgozunk mindenkinek a klubcsapatában, illetve itt az összetartásokon, és csak így, amit ma játszottunk, csak így lehetünk eredményesek. Nagyon elfáradtam, megmondom őszintén, de ezért dolgozok, hogy ilyen eredményekért, ha kell, ott maradok a pályán. Én boldog vagyok belül nagyon, még hogy az arcomon ez nem is látszik, de nagyon örülök, hiszen az nem mindennapi élmény se nekünk, se a szurkolóknak, úgyhogy szeretném még sok ilyen örömet okozni, de tényleg nem kell kiabálni semmit. Földön kell maradnunk és dolgozunk reményen tőle. A szurkolók mai napon is mindenben, minden egyes szituációban segítettek, támogattak minket, úgyhogy itt is szeretném megköszönni nekik. Tényleg csak együtt lehetünk sikeresek. Hogy volt az első félidő végén egy szabadrúgás, az úgy látszott rajtad, hogy azt azért szívesen elrúgnád. Hát szívesen elrúgtam volna, de így sikerült. Így is úgy is közvetett volt a szabadrúgás. Hol helyezed a pályafutásodban ezt a győzelmet, ezt a mai meccset? Hát egy nagyon fontos top 3-ban, az biztos, hiszen ott a portugálok elleni Európa-bajnoki mérkőzés, az ott van ugyanúgy a top 3-ban. Hát most az egy sorozat, ugye, hogy a lengyel bajnoki cím, illetve ez, tehát azért nem mindennapi a világbajnok másodikat megverni hazai pályán. Mi az, amit a te játék tudásodhoz, tapasztalatodhoz hozzáadott ez a két válogatott mérkőzés? Mennyivel lettél több? Érzel-e valamit? Hú, hát teljesen más itt játszani meg a Salzburgban. Mi a különbség? Hát ugye mások a társak, szóval én hozzájuk voltam szokva, első meccsem, úgymond első két meccsem itt velük a srácokkal, de jól fogadtak, örülök, hogy segítenek, és mindenben mellettem állnak, én is próbálok a maximumot nyújtani, és... Arra voltam az előbb kíváncsi, hogy önbizalmat ad-e neked, hogy ilyen játékosok ellen is helyt tudsz állni, abszolút. Persze nem az volt, hogy most izgulok, mert a Modric ellen kell játszanom, játszottam, aztán kész. Ilyen egyszerű? Miért bonyolult?